A csatorna fő támogatója nordicamoto.ru. Hölgyek, urak! A következő gépezet egy Z400-as Kawasaki. Én még nem mentem vele, Szabolcs már igen, azt mondja, hogy ezen nagyon meg fogok lepődni, mert ez egy 400-as sportgép. Hátul ott van a trail, a 800-as. Teljesen jó néz ki. Ilyen jó kis naked bike. Vajon ilyen szamuráj karddal csapott idomok, elemek rajta, minden. Ez is a motomusztól van. Kicsi vékony gumika van hátul, de szerintem jó lesz. Nézzetek meg ezt a farokrészt, milyen sportos, ilyen nagyon szögletes, nagyon menő. Mondjuk itt az egy tenyérnyi ülésen azért hátul nem hiszem, hogy olyan nagyon kényelmesen lehet üldögélni, de maga a gép az rendben van, az adja a feelinget így külsőre. Közben jönnek valami. Hopp, egy indián. Na mindegy, vissza a Kawasakihoz. Ezen sincsen szélvédelem, de majd mindjárt kiderül, hogy mennyire megy. Jó az ülés, né, itt is milyen menő, meg van csinálva, kicsi ilyen légelvezető, légbeömlő, stb. Nyílásokkal. Lássuk, Kawasakiék mit tudnak. Ó, monokróm, de nem ilyen varázslat van. Jó. Új, baszki, ezt én csizmával nem tudom, hogy fogom kezelni, de majd mindjárt kiderül. Tehát ezt nem egy adventure csizmával kell váltani, ezzel úgy nézem. Jó, kellemes, új szaga van, ilyen új műanyag szaga. Motoros ruházatot vagy más motoros kiegészítőt keresel? Látogass el a www.motomus.ro weboldalra, és a vásárlásnál használd fel az Alpár promókódot, már is 5% kedvezményben részesülsz. Lássuk, ez mit tud! Olyan finom a járása már most. Ebbe se látok semmit a tükörbe. Hoppá, hoppá! A kis 400-asunk hogy elindult? Na, így már jobb a tükör is. Nagyjából, aha. De jó! És ez azért tényleg felpörök 11 000-ig, nem tilt le. Ahogy nézem, könnyű a váltó, a kuplunk pehely könnyű. Olyan, mintha egy tollut így fújogatná le, hogy hú, így váltasz vele. Hát el kell gondolkozzak, hogy a feleségemet ráütessem egy ilyenre, mert ez az erőgép is azt veszik, és nem ilyen könnyen kezelheted mindenfele. Mondta Szabolcs, hogy meg fogok lepődni, hát meg is lepődtem, hogy ez tényleg ennyire megy. És meg is áll, fék is van. Akárhogy is 400-as, de olyan nagy motor hangja van, vagy olyan nagy motornak tűnik. Nem így a mérete, hanem a viselkedése alapján. Lássuk. Hogy elváltottam a semmit, de tényleg jó, na. Ó. Meglepő. Meglepő, hogy mennyire jó. És milyen vagány itt a tankialakítása, meg minden. És olyan jó találja a combjaimat, a belcomb belső, mert teljesen okés. Van hatosunk is, hát tiszta király ez a gép. km/h van. Nagyon sokat még nem ment. Nem is tépjük olyan brutálul neki, csak egy kicsit azért, hogy érezze a törődést. Hello. Ha véletlenül túl lomha, visszaütött a ötösbe. Nagyon megindul.
Ahhoz képest tényleg még a hangja is teljesen elfogadható. Még ilyen fütyülések is vannak. Ez tényleg arra van, hogy így csinálj el veleni. És nem csak városi szerintem, hanem ez azért bírná kint is forgalomba, amint a nem a városi, hanem a külső forgalomba. Mindjárt nem tudok beszélni. De nagyon jó, dönthető, meg minden, agilis, könnyű, nem ilyen kezelhető, combó. És ez a hang, ez nagyon tetszik. Takatakatakatakatak, kicsi 400-as. Kicsi 400-as ideges. Vannak csalódások és vannak kellemes csalódások, ez most egy nagyon kellemes. Tényleg nagyon megy, ez egy sportgép, azt kell, hogy mondjam, egy 400-as kicsi sportgép. Könnyű, kezelhető, előredülős, de mégse az a nagyon előredülős. Kicsi a motor, azért nem kell annyira ráfeküdjek ott a tökeimre szerintem a tanknál. De hogy megindulna? Le vagyok döbbenve, komolyan. Kawasaki-na azért nem... Ős a tegnap kezdte a motorgyártást. Hopsz, egy körforgalom, szerencsére megint nem jön semmi. Hát ezzel lehet őrültködni. Egy ilyet kivinnék pályára. Még nem az a nagy brutál sebesség, de azért már van benne kakaó. Itt van Szabolcs is vele, közben az 800-assal. Álljunk meg, no, hát én. Nagyon tud. Megdöbbentem. Néztem is, hogy igen jön utánam a 800-assal, amikor voltam Szabi. De hát ezért, mert ez tud ez a gép. Kicsit a csizmával nem adja olyan jó nekem a váltás, de ez nem a motor hibája igazából. Meglepődtem. És tényleg azért, hogy olyan kicsi, oda teszed, ahova akarod. Nem tudok mit mondani, ezt próbálni kell ki. Még nagymotoros 1200 centiről átszállva is azt kell mondjam, hogy milyen jó. Nincs rezonálásunk, nincs semmi zavaró. Van egy motorunk, ami kellőképpen erős, egy fékrendszerünk, ami pont elég neki. Kurva jó design. Ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnézted. Ja, és aztán ne is beszéljünk erről a zöldről, ami a Kawasaki zöld, abban milyen keményen nézhet ki ez a gép. Tényleg valami brutális. Szóval nem mentem sok Kawasaki-val, egyszer mentem egy 600-as Ninja-val, de ez a 400-as rendesen meglepő. Ezzel már nem kell elgondolkozzak, hogy ezeket itt most, ha akarom, megelőzzem, vagy nem úgy, mint a kicsi Benelli-vel. Köszike. Köszi! Na, ez
ezzel már fel tudod venni a tempót a forgalomba, sőt, szerintem még túl is tudsz lépni rajta. Hölgyeknek, vagy nagyon tényleg nagyon-nagyon kezdőknek szerintem ez nagyon komoly. Most nem fogod tudni az 1200-ösökkel tartani a tempót, de egy laza motorozáshoz tökéletes. Városba első osztályú. Hát én úgy megyek 100-al, hogy nem is kínlódik, 6000-ben van, vagy 6000-es fordulaton van a gép. Ennél jobbat. Kíváncsi vagyok az árára, de majd ki fogom ide írni, hogy mennyi az annyi. Nagyon jó a fékünk. Ez nagyon tetszik. Turbina, kicsi turbina. Jopá, kicsit elváltottam. Nagyon megy, ez a segrakéta, komolyan mondom. Szabolcs, igazad volt, ismét igazad volt. Csak azért mondom, mert jól esik hallani, gondolom, annak, akinek igaza van. Na lássuk, mit csinál ezeken. Meg se érzem, srácok, ezeket a rázkódásokat. Figyeld a hangom. Ezt csak csináltam. Nagyon jó. Egyik legnagyobb meglepetés ez az Z400-as, komolyan nem néztem volna ki belőle, ott szerencsétlen áldogáltott a motomusz udvarán. Nagyon nem próbálgatták az emberek, de hát én le vagyok döbbenve, hogy ezzel itt mit lehet művelni. Tiszta jó. Azt kell mondjam, még a 800-as trail se élveztem annyira, mint ezt az Z400-as. Hihetetlen. Minden helyén van, kormány kellőképpen széles, nem az van, hogy odahajolsz, nagyon ide be vagy feküve. Váltasz vissza, szépen veszi, jó a váltó. Hú, hogy élveznék egy ilyet másodiknak. Pályán. Tényleg jó. Mostanában 400-asokba kellemeset csalódok, ahogy a Vitpilem, vagy a, bocsánat, a Svartpilembe is, az is 400-as volt. Szerintem ez még lehet, hogy egy kicsivel még erősebb is, meg kell nézzem majd az adatokat, hogy melyik adja jobban a lóerőt és a nyomatékot, de ez, hát ettől ledöbbentem, no. Többet nem ismétlem magam, de hát ettől ledöbbentem, na, mondom. A kicsi Kawasaki. Mondjuk, no, Kawasakik azért tudnak valamit. Kawasakiék. Nem ilyen jó, könnyen terelhető. Hát mondjuk mindegyik az, na, de ez, hogy ez egy ilyen kicsi valami, kevés kiló, nem egy 300 kilós dög, vagy például a K1600 360 kiló körül mozog. Hihetetlen. Kanális tető is, éppen csak, hogy valamit éreztél. De nagyon jó. Tényleg ledöbbente. Na megint itt van a reptér. Tudjátok, most ezt a Korda Gyuri számot nagyon hype-olják. Ez a hang tetszik nagyon. Pofán leszakad, komolyan leszakad az arcom ettől. Mint azért nem megyek őrülten, nehogy valahol radarozzanak, de hát hogy egy ilyet tud menni egy 400-as, ez hihetetlen. Hát ez hihetetlen. Mi? Meglepő.
Nagyon durva gép, tényleg. Szabolcs is bólogat. Látjátok, a Kawasaki-val mész, még a lámpák is zöldek. Hát milyen legyen. Mondom, hogy zöldek a lámpák. Na és már is visszaértünk, most gyorsan rohanunk át az Indiához, mert ott is van egy időpontunk. Na, hát ez volt az én 400-as, nekem nagyon tetszett, remélem nektek is. Like, feliratkozás, többit már tudjátok. Találkozunk a következő videóba. Sziasztok!